most egy olyan miniatűr energiafalatka következik, amit szerintem a család minden tagja imádni fog. Egy kvázi kókuszgolyó, de mindenmentesen, azaz nem tartalmaz sem glutént, sem laktózt. Ez gyakorlatilag egy minimál alaprecept, amit nagyon sokféleképpen lehet még utána variálgatni, úgyhogy remélem, hogy mindenki kedvet kap hozzá. Szerintem a műfajt nagyon sokan ismerik, ugye gyakorlatilag ilyen pici kis energia golyókról, energia falatkákról van szó, ami tényleg nagyon sok energiát ad, viszont egészséges. Összesen mondjuk 4 alapanyag kell hozzá, ez tényleg ugye az alaprecept. Első körben a magokat fogom egy aprítógépen ledarálni. Török mogyoró, dió, kesúdió, mandula van benne, minél többféle, annál jobb persze. Ugye itt eleve a magok azok egyrészt az energiát is adják, másrészt ugye ezek olajos magvak, tehát szépen azért azt is segíti a saját olajtartalmuk, hogy jól összeálljon majd az egész massza. Első lépés pipa. Egy evőkanállal kicsalok belőle, csak azért, hogy majd ebbe is tudjak a végén forgatni néhány golyót. A következő hozzávaló. Ugye a datója. Egyébként az, amit lehet kapni a Lidlben, most ez már ki van magozva, úgyhogy még ezzel sem kell bajlódni. Kakaó, amitől ugye az egész jó csok is lesz tulajdonképpen. Itt ugye ezt a keserű, holland típusú keserű kakaóport használjuk, aminél nincs semmilyen hozzáadott cukor, meg semmi egyéb. Aztán jöhet egy pici fűszer, én egy csipet fahéjat szoktam beletenni, de hát ugye ez egy elég semleges massza lesz tulajdonképpen, úgyhogy bármit hozzá lehet adni. Szegfűszeg nagyon jól passzol hozzá, hogyha valaki szereti a kicsit ilyen egzotikusabb, különleges fűszereket, akkor egy csipet kardamom, vanília, szóval sok mindennel lehet egyébként ugye még kiegészíteni, hogyha mondjuk felnőtteknek készítjük, akkor én tennék bele egy csipet cayenneborsot, hogy legyen egy ilyen pici csilis, tűzes utóérzete, az is nagyon jól tett. Pici olívaolajat szoktam hozzáadni, hogy krémesebb legyen. Még egy dologról ne feledkezzünk meg, ami nekem ugye abszolút nagy mániám desszerteknél, főleg az ilyen kakaós, csokoládés vagy nagyon édes desszerteknél, egy csipet só. Ez az a jó kis ragacsos massza, amit már tudunk majd formázgatni. Na hát, hogyha ezzel megvagyunk, akkor ugye most következik az a szakasz, hát ami az egyetlen, de annál mancsosabb rész. Ugye itt ezekből pici, ilyen kis diónyi méretű kis golyócskákat fogunk formázgatni, és hát ez az a pillanat, amikor a gyerekeket ugye meg lehet hívni arra, hogy ebben vegyenek részt. Hát iszonyatosan mancsos, tehát azért érdemes a környéket fedezékben tartani. Ezzel meg is vagyunk, ugye nyilván attól függően, hogy milyen méretű golyócskákat formázgatunk, ebből a massza mennyiségből olyan 15-20 közötti létszám jön ki ezekből a golyókból, és akkor következik a következő lépés ennek a receptnek, a kézmosás. Az energiafalatkákat hagyhatjuk persze így mesztelenül, ahogy vannak, szerintem így is teljesen jó, vagy lehet mindenfélébe ugye forgatni, nyilván, hogyha kókuszgolyót akarunk imitálni, akkor ugye adja magát a kókusz, vagy ugye, hogyha magokból daráltunk egy picit, akkor abba is belehempergethetjük. Na kérem szépen, hát az képest, hogy ez egy egészséges és nagyon-nagyon finom snack, ráadásul még a gyerekek imádni fogják magát a tevékenységet, úgyhogy szerintem egy igazi jó kis családi konyhabuli, úgyhogy remélem önök is belevágnak és kipróbálják majd jó étvágyat. Ha önök is szeretnek közösen mancsolni a gyerekekkel a konyhában, és ki fogják próbálni ezt az egészséges kókuszgolyót, akkor nyomjanak egy lájkot, további akár hasonló receptjeinkért kattintsanak a lidl.hu/konyha weboldalra, és várjuk önöket természetesen a YouTube csatornánkon is.